Üdvözlöm Önöket! Néptánccsokor és három népzenei együttes zárta a Folk Music Festet Palicson. A néptánc együttesek idén először kaptak szerepet a műsorban. A Juhász zenekar muzsikája csalogatta elsőként a közönséget a Vigadóhoz. A felvezető után következett a Duhaj Banda pergető tambura koncertje, majd a kamaratánc együttes lépett fel. Ez olyan együttes, akinek a munkássága 2 évre ezelőttre tehető vissza. Vajdaságban aktívan tevékenykedő együttes vezetők és aktív táncosok összeverbúválásából jött létre, és egy egész izgalmas történet a miénk, ugyanis próbáljuk egyre, a lehető legmagasabb szintre emelni ezt a fajta művészeti ágat. Milyen célból jöttetek létre 2 évvel ezelőtt? Tehát mi volt az indítatás azon túl, hogy szeretnétek magas szintre emelni ezt a művészeti ágat? Ahogy már korábban is említettem, ugye mindannyian foglalkozunk amatőr táncjüttesekkel, saját csapata van mindenkinek, ezt szerettük, és ott mindenki főnök, mindenki a vezetésre koncentrál, mindenki a gyakorlásra koncentrál. Ez pedig egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, ahol ugye több dudás egy csárdában. Ez már önmagában egy elég izgalmas állapot. Ugyanakkor egy alárendelt szerepet is kell bevállalni, mivel nem lehet mindenki főnök, meg kell egy picit hunyászkodni, és így lehet véleményem szerint egy vagy 2 vagy 3-4 csöpokkal fölfele előre haladni ebben a műfajban. A Heveder zenekar először vett részt a fesztiválon, muzsikájuk ízig-vérig erdélyi. A zenekarunk 2004-ben alakult, úgyhogy most már lassan öregek vagyunk, mondjam így, a zenekari léptékkel számolva. Hát Székelyföldet jelölném meg, hogy honnan jöttünk, ugyanis eléggé szét vagyunk szóródva Székelyföldön belül, Sepsiszentgyörgy a főhadiszállás, de Csíkszereda meg gyergyószentmiklósi tagok is vannak a zenekarban, úgyhogy inkább székelyföldi zenekarként határozzuk meg magunkat. Önálló zenekarként kezdtétek rögtön, vagy kísérőzenekar? A Háromszék Tánc Együttesnek a kísérőzenekara volt a Heveder zenekar. Úgy alakultunk ki, igazából úgy verődtünk össze, és egy idő után aztán önálló életet is élünk. Te a Folk Music Festen hanyadszor vagytok? Ezen tudtommal először vagyunk, hát Vajdaságban nem először, mert azért többször voltunk más fesztiválokon, Szabadkán, meg több helyen is voltunk neki, vagy a zenészek találkozóján. Most vagyunk itt, tudtommal először ezen a fesztiválon. Mi a repertoáratok ma este, miket hoztatok ide? Hát erdélyek lévén elsősorban erdély népzenét játszunk, azért indításként, hogy lássák, hogy nem csak erdélyt tudunk, azért fogunk egy kis magyarországi jászkonságot is muzsikálni, de többnyire erdély zene lesz az előadáson belül. De vajte romul, romunje, saj laj la la la, dupe je moroka, kva je šara la 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 la. Romunje, šte de submena, žuka osapta mena, zenés családról beszélünk, de most közönségi minőségedben vagytok itt. Így van. Hát mindig itt vagyunk természetesen, mert elkísérjük apukánkat. Nagyon sok ilyen népzenei rendezvényen léptek fel, de közönségként is sok ilyen rendezvényen vesztek részt. Mi a különbség egyébként? Mit tapasztalsz, hogy egy adott rendezvényen belül közönség jellegét tekintve, hangulatot, fellépőket tekintve, mi az, ami nem egyforma? Hát nem mindegy, hogy kik lépnek föl elsősorban. Szeretek olyan helyre eljárni, ahol hát egyrészt ismerem egy kicsit a dallamokat,
Aztán a társaság is sokat számít, tehát hogy kik vannak ott, ettől lesz mindig más. A Népzenei Fesztivált a Magyar Állam és Szabadka Város Önkormányzata támogatta. A női szabadságvágy került középpontba az Újvidéki Színház legújabb előadásában. A csak női szereplőket felvonultató Mikve című darab egyszerre szól a női összefogásról, a győzelemről és a tragédiáról. Még egyszer. Ne érj a medence falához. Én nem értem hozzá. A kezed hozzáért. Na még egyszer. Az előadás egy ortodox közösség mikvéjében játszódik, a mikve rituális fürdő, ahol a zsidó nők megmerítkeznek, és ezáltal megtisztulva térnek vissza otthonukba, hogy teljesítsék házastársi kötelességüket. Látod, ez az utolsó császárra jött ki. Hogy? Ja, hogy? De mindent észreveszel, Zsozsana. A darabban olyan nők életét ismerheti meg a közönség, akik egy férfi uralta világban küzdenek az elfogadásukért és a szabadságukért. Govori se o bolu, govori se o tajnama koje sad izlaze na videlo. A u stvari to je predstava o društvenom pritisku kojem smo izloženi svi. I žene u mikveju i u tim religioznim zajednicama i mi. Akkor is imod drugim zajednicama. Említettem volna, hogy én keddenként korábban akarok elmenni? Nem, én csak... Szóval akkor maradsz? Talán maradok, talán nem, még nem tudom. Jól van, én csak azt akartam mondani, hogy ha véletlenül előbb szeretnél elmenni, akkor én szívesen maradok. Nem megmondtam, le akar rázni. Az előadás többek között a félelem, a megfelelni vágyás, valamint az igazságérzet és az emberség megnyilvánulásait elemzi női szemszögből. Ezt a szöveget azért szeretem, mert benne van az anyaság is, benne van a körömlak is, benne van minden olyan külsőség, ahogy a világ látja a nőt, de benne van az a valami nagyon hihetetlen, ami annyira nő, az igazi mély nő. Én azt gondolom, hogy az életem egyik legfontosabb előadása. Nem tudom, hogy miért. Hát igen, ez az a női dolog, amit nem lehet definiálni, nem lehet azt mondani, hogy karma. De én azt gondolom, hogy nekem most az életemnek ezen a pontján, ezzel a szöveggel találkoznom kellett valami miatt. Valamit meg kellett értenem a világból. Hogy megérteni sikerült, azt nem tudom, megérezni, igen. Krizsán Szilvia szerint az előadás több ponton kapcsolódik a magyar társadalom múltjához is. Amikor azt mondjuk, hogy fejkendő, akkor Európában jelenleg mindig az iszlám jut eszünkbe. Tehát egy nő lekendőzött fejjel az automatikusan az iszlám valláshoz kötődik. Igazából a nagyszüleink... A nagymamáink nem mentek ki kendő nélkül az utcára. Máj napig úgy van Olaszországban, hogy egy templomban nem mehetek be fedetlen vállal, és ha fedetlen a vállam, akkor kapok kendőt a bejáratban. Tehát, hogy ez nem egy... Mi nemrég betettük le Európában a kendőt. Nemrég betettük le a kötelező fejfedőt. Tehát, hogy a magyar népi kultúrában is bekötik a lány fejét, ha férjhez megy. És egy ortodox kultúráról beszélni, vagy egy ilyen teljesen másfajta, nagyon zárt közösségről beszélni, az első látásra úgy tűnhet, hogy nekünk nagyon idegen.
de nem kell nagyon messzire visszamenni, hogy ott lássuk a mintákat a saját múltunkban. A darab egy kívülről nehezen megközelíthető közösség zárt ajtói mögé enged betekintést. A drámai helyzeteket időnként humorral oldják fel a szereplők, az előadás azonban korántsem minősíthető könnyednek. Ella Remina egy olyan karaktert alakít, aki komoly változásokat hoz a darabban szereplő nők életébe. Én vagyok az a szikra, ami kipattan ebben a kis szalmakazalban. Én vagyok az, aki megindítja tulajdonképpen a nőkben azt a fajta ráébredést, vagy ellenállást, amitől aztán bátorságra kapnak, lángra kapnak, és akkor valahol kiharcolnak maguknak egy kis igazságot, vagy nagy igazságot. Hát kinek mekkora jut, ugye? Ja, erre gondolt. Ez egy semmiség. Megszédültem és elestem. A megrendítően őszinte előadás olyan társadalmi problémákat is a nézők elé tár, amelyekről sok esetben az emberek nem szívesen, illetve későn vesznek tudomást. Elestem. Ennyi az egész. A 21. századnak az egyik legnagyobb problémája közé tartozik az, hogy még mindig nagyon nagy számban bántalmazzák a nőket. Itt a mi országunkban január óta, most májust írunk, 21 áldozata van a családi erőszaknak. 21 nőt öltek meg, tehát nem bántalmaztak, öltek meg. Ez egy borzasztó számadat. És gondolom, hogy ez az előadás valahol arra is rámutat, hogy mekkora küzdelem nőnek lenni ebben a társadalomban. Hogy mekkora küzdelem kiharcolni azt, hogy szólásszabadságod legyen a szólásszabadságon belül, hogy jogaid vannak a jogokon belül, a jogrendszeren belül. Ez nagyon-nagyon fontos, és hogyha mi csak egy pillanatra meg tudunk indítani egy gondolkodás folyamatot, tulajdonképpen mi gyógyír nem vagyunk, és mi orvosság nem vagyunk a problémákra. De ha elindítunk egy folyamatot, és a társadalom bizonyos rétegei ezen elgondolkodnak, akkor ez talán már egy lépés, hogy egyszer majd valamikor jobb lesz ilyen tekintetben. Az előadást Hadar Galron, kortárs izraeli drámaíró szövege alapján vitte színre az Újvidéki Színház társulata. Mit képzel, hogy én majd csak úgy oda megyek? Az én férjem, ez nekem egyszerűen nem lehet. El is sem van. Igálja. Medva, segíteni akarok. Én nem emlékszem, hogy kértem volna segítségét. Akkor miért hívta fel a telefonszámot, amit adott? És miért hagytam, hogy ma éppen ügyeljem a talánmerítkezését? Azt akarta, hogy lássam messzere tőle? Nem! De igen, Hedva maga nem esett el. Ezek a sérülések nem eséstől vannak magát. Nem! Ezt kikérem magamnak! Ebben ne avatkozzon bele, nincs joga! Ötvennégy mesemondó és három gyűjtő mutatkozott be a 24. Kálmány Lajos népmesemondó verseny döntőjében. A verseny keretében idén is megrendezték a meseillusztrációs pályázatot. A szabadkai Jurcsák Róbert már második alkalommal vett részt a versenyen. Idén a Hammas Jutka című mesét választotta. Ezzel a történettel kiérdemelte a kisiskolás kategória harmadik helyét. Azért választotta, mert tetszett, vicces volt. A végén ugye nagyon vicces volt, és hát nem tudom, valahogy nagyon tetszett, hogy így váltakozik a rossz kedv és a jó kedv. Régóta veszel részt már ilyen mesemondó versenyeken? Igen, 2 éve. És miért szeretsz ilyen versenyekre járni? Hát nem tudom, hogy jó érzem magam, amikor kiléphetek és meseit mondhatok. Azért. Idősebb diákok is részt vettek a versenyen.
Igazából a mesék szeretete miatt, olvasni is nagyon szeretem őket, nézni is, és arra gondoltam, hogy ha már van egy ilyen kezdeményezés itt Zentán már sokadik alkalommal, akkor itt az ideje, hogy én is a részesévé váljak. Melyik mesét hallhatta tőled a közönség, és miért pont ezt választottad? Az volt a címe, hogy a nyelves király kisasszony, és hát már a címből adódik, hogy miért is választottam, ez egy ilyen feleselős, vidámabb mese, és azt gondoltam, hogy ez érdekesebb lesz a hallgatóságnak és a zsűrinek is. A zsűri szerint igen magas színvonalú volt az idei verseny. Valóban olyan kivételes teljesítményeknek lehettünk a szem és fültanúi, hogy én valóban csak elragadtatással tudok szólni erről a teljesítményről. A népmesemondó verseny mellett meseillusztrátori rajzpályázatot is hirdettek. Az Ilonka Pilonka és a Kígyó vőlegény mesék szolgáltak alapul. Ezeket Banó István gyűjtéséből választották ki. Annak a Banó Istvánnak a gyűjtéséből, akire ezen a versenyen emlékeztünk, az ő munkássága előtt tisztelegtünk, hiszen dr. Banó itt élt Zentán valamikor a II. Világháború alatt. Jövőre ünnepeljük a Kálmány Lajos népmesemondó verseny 25. születésnapját. A 25. jubileumra viszont tervezek változtatásokat, frissítéseket, újításokat, úgy a versenyt illetően, úgy a zsűrizést illetően, úgy a verseny lebonyolítását illetően. A népmesemondó verseny zsűrije úgy döntött, hogy az óvodások közül mindenkit megjutalmaz. A kisiskolások kategóriájában a legjobbnak a bácskertesi Molnár Péter bizonyult. A felsősök közül a Péter Révei Juhász Adrián lett az első. A középiskolásoknál Kalmár Brigitta, míg a felnőtteknél Nagyabonyi Szabolcs érdemelte ki az első díjat. Ez volt az eheti kulturális tartalom. A jövő héten utoljára jelentkezik a Vitrázs ebben az évadban. Tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!